Görögkatolikusok évszázados öröksége címmel nyílt időszaki kiállítás Miskolcon. Az Arszakra Fesztivál keretében 2024. szeptember 19-én tartották a centenáriumi kiállítás ünnepélyes megnyitóját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás 2025. március 20-áig látogatható, melyen tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás is igénybe vehető. Íme így áldatik meg az ember, boldogok, ki az Urat féli, mindnyájan boldogok. Áldjon meg téged az Úr Siombót, áldjon és láss téged az Úr Siombót, áldjon meg téged az Úr Siombót, és lássad fiaidnak fiaidnak fiai. Mivel nem angyalok vagyunk, hanem emberek, ezért szükségünk van arra, hogy az érzékszerveinkkel megragadható módon tudjuk a valóságot a tudatunkba hozni, szükségünk van az érzelmekre, a hangulatokra, és szükségünk van a logikánkra, hogy eljussunk az igazság felismerésére. Tehát, mivel emberek vagyunk, szükségünk van szimbólumokra. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint a tér tekintetében a templom, a szent hely. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint az egyház ünnepei, az egyház szentségei, vagyis a szent idő. És szükségünk van olyan tárgyakra, mint a liturgikus eszközök, vagy például az ikonok. Egyedül, csak és kizárólag a kereszténység tud arról, hogy az Isten emberré lett. Hogy Istent ábrázolni lehet, az azért van, mert az abszolútum, az abszolút Isten megtestesült a nazareti Jézusban. És ezért, aki a nazareti Jézust látja, az Istent látja. Aki a nazareti Jézust hallgatja, az evangéliumot, Istent hallgatja. És ezért, aki Krisztus ikonját nézi, magát Istent nézi. Miért? Azért, mert Krisztus Isten ikonja. Tudjuk, hogy a természet fölötti a természetesre épül. Ezért kezdjük azzal, ami természetes. Minden családban ott vannak a család tagjainak a képei. A természetes világban, a mindennapokban is ott vannak a képek, ott vannak azoknak a képei, akiket szeretünk, és akik szeretnek vagy szerettek minket. Na most, az üdvösségben az a szeretet, ami itt volt közöttünk, az nem szakad meg, hanem az immanens szeretet transzcendentális távlatot kap. Megint csak a hétköznapok nyelvén. A nagyanyám azzal a szeretettel, amivel szeretett engem, most is szeret a mennyországból. Sőt, mennyivel jobban és hatékonyabban szerethet a nagyanyám a mennyországból, mint egy kis Somogy megyei faluból. Ezen alapszik a szentek közbenjárása. Hogy az a szeretet, ami itt volt a Földön, az nem megszűnik az örökké valóságban, hanem végtelen táblatot kap. Ezen nyugszik a szentek közbenjárásának a tanítása, és ezen nyugszik a szentek egységének, a szentek közösségének a hitvallása. És az ikonok pontosan ezt jelenítik meg. A szentek közösségét. Az elmúlt 100 év rövid egyház történeti összefoglalása és a hitélet alappillérei szép és logikus elrendezésben a nagyközönség számára is érthető nyelvezettel tárulnak elünk. A tárlatban az okos eszközök, tudatos és arányos használata jellemző, az iskolák számára kidolgozott múzeumpedagógiai programjainkra pedig külön is fel kell hívnom a figyelmet. A múzeum és a pedagógia párosítása különösen alkalmas arra, hogy az új, virtuális világgal és a gyorsan megszerezhető és megélhető pillanatnyi örömök hajszolásával terhelt generációknak mi is lefordítsuk az egyház és a hitéleti üzeneteket. Egy ikonfestmény stílusa és elemei
egy kehelydíszítés gazdagsága vagy éppen szegényessége, de még a templomok formavilága is millió titkos és mégis megérthető üzenetet hordoz arról, milyen is az ember, és milyen a kapcsolata a benne élő és a teremtő Istennel. A múzeum ugyan a múltat őrzi, de a ma múzeuma, a műtárgyak, a leletek, képzőművészeti alkotások, az iratok és térképek üzenetét a mának a jövő érdekében fordítja le, és teszi azt az ismeretterjesztés asztalára. Mi folyamatosan keressük az új célközönséget, miközben nem engedjük el a régiek kezét. A ma múzeuma egyszerre szolgáltató és egyébként gondoskodó múzeum, ahogyan ezt a görög katolikusok évszázados öröksége is igazolja. Bízom benne, hogy az egyházak és a múzeumok útja a jövőben nem csak párhuzamos lehet, de rendszeresen azonos vágányra is terelődik majd. Valószínűleg mindannyian hallottuk már, hogy Isten a görbevonallal is tud egyenesen írni. A trianoni tragédiát is fel tudta használni egy jó ügy érdekében. Mert volt itt egy kicsinke csoport, 21 nehány közösség, egyházi közösség, amely nem tudott belenyugodni, hogy ez végérvényesen így lesz, és akkor egy szentszéki döntés alapján kialakult egy olyan egyházkormányzati egység, amelyet ideiglenesnek szántak is. Miután 20 évig vezette ezt a Csehszlovákiából kiutasított püspökünk, aki itt érsekként a szomszéd utcában lakott, ez az egyházkormányzati terület egy idő után egyházmegyévé vált. Igen, pontosan 100 éve ennek, július 1-től, a 100. évfordulótól hálaadó liturgiákat, egyházmegyei gyűlést és közösségi programokat, családi napokat szerveztünk sokfelé, hogy megemlékezzünk múltunkról és jelenünkről, jövőnkről. Ma kiállítást kezdünk évszázados kincseinkből, szakrális értékeinkből, de elárulom, nem csak 100 év értékeiből, hanem örökölt kincseinkből is, több száz év templomaiból hoztuk ide azokat az értékeket, amelyeket érdemes lesz megcsodálni. Amit itt egy kiállításon szemlélhetünk, az az örökké valóság felé lendít bennünket. Görögkatolikus egyházunkban az ortodoxokhoz hasonlóan most a keresztfelmagasztalás ünnepköre van, és egyúttal az Ars Sacra műtárgyát mutathatom itt be, a kiállításnak a fő tárgyát, amelyet valahol a szentélyben a végigjárás végén fogunk tudni megszemlélni, az Abaúj szolnoki szárnyas oltárnak a kálvária jelenetét. Szent Pál apostol a korintusiaknak vallotta be, hogy elhatároztam, amikor közétek mentem, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. A kereszténység megannyi szép jelképe közül mindmáig központi, és ezért talán legvitatottabb jelkép maradt a kereszt, és főszereplőként a keresztre feszített Krisztus. Korunk békétlenségei közepette sem akarjuk most másra terelni a figyelmet. Egyházunk keresztény, mi voltunk, középpontja Jézus Krisztus marad. A szentek belőle merítettek ihletet és erőt a vértanúságig. Ő a megfeszített és feltámadott, aki most is erre a kiállítás megnyitásra összeterelt ide bennünket. Ő a mi életünk, jelenünk és abszolút jövőnk. A kiállításunknak nem csak idővonala van, és nem csak az elmúlt éveknek a kincseit gyűjtöttük itt össze, hanem misztagógikus jellege, hiszen a misztériumba, a szentségek titkaiba bevezető kiállítás ez. És ez a hét, az Ars Sacra hét, vagy a kiállításunk fél éve akkor lesz igazán eredményes, ha a mennyországba, az üdvösségre
örök boldogságba vezet el bennünket. A második Miskolci Alszakra Fesztivál programja volt a Legyen ez a te napod címmel Miskolc Görömbölyön tartott rendezvény is. A családi nap ökumenikus istentisztelettel kezdődött a görögkatolikus templomban, majd a templom előtti főtéren tanúságtételek, dicsőítések, koncertek hangzottak el, a legkisebbek pedig a mesék birodalmában kalandozhattak. Az egyik tanúságtevő Bőjte Csaba ferences szerzetes volt, aki magával hozta nagyszalontai gyermekotthonuk színjátszó csapatát is. Hinnünk kell abba, hogy igen, az evangéliumot, a szentírást valóra lehet váltani. Mert sokszor a korlátok, én úgy érzem, nem körülöttünk vannak, hanem a fejünkbe. Ha én nem merem kimondani azt, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor nem csináljuk meg. És azt gondolom, rengeteg ilyen dolog van. Mindannyiunk fejében rengeteg korlát van. Hinned kell abba, hogy a férjed meg tud változni. A feleséged, a gyermeket, a szomszédod. Hogy Mózes rácsapott arra a tengerre, és a szétvált. Ugyanúgy nekünk is hinnünk kell, hogy igen, lehet egy jobb világ. Hogy én magam is meg tudok változni. Mernünk kell álmodni, mernünk kell célokat megfogalmazni. Merjünk egy gyerekre ránézni, és bízalommal bátorítani őt. És sokszor elmondtam a nevelőinek, hogy a gyerek olyannak látja magát, ami ennek a pedagógus szeme tükre mutatja őt. Rám néz, és az én szememben azt látja, hogy jaj, milyen aranyos vagy, mindjárt beléd harapok. A gyerek megszépül ettől. Ezért fontos az, hogy vedd a gyerekedet ölbe, dobd fel, emeld fel magasba, gyönyörködj benne, megszépül. De nem csak a gyerekek vannak így, mi mindannyian így vagyunk. Hogyha valaki a férjét rossznak látja, ugye azt mondják Erdélyben, hogy amely kutyának veszett hírét keltik, az a kutya meg fog veszni. Hinned kell, bíznod kell a másikban, szeretettel kell a másikra nézni. Szeressük ki egymásból a jót. Én hiszem, hogy mindenki közülünk arra vágyik, hogy jó legyen, hogy jót tegyen, hogy áldás legyen, hogy Isten drága simogatása legyen a családba, a munkahelyen, ahol él, nem? Erre vágyunk. Hát tavasszal az összes kis krumpli
kicsit kimelegedik az idő, és a cináját hogy növeszti a fény felé. Mert minden, ami él, erre vágyik, hogy gyökere teresse, hogy virágot bontson, hogy gyümölcsöt teremje. Mi is erre vágyunk. Szeressük ki egymásból a jót.